Elfogadta a kormány azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely lehetővé teszi az országos roncsprogram decentralizációját az önkormányzatok bevonásával. Elsősorban a roncsautó program kiírását alakítják át. Hosszú vita következtében sikerült elfogadtatni egy olyan rendeletet, amely áttörést jelenthet a környezetvédelmi programok tekintetében. Ugyanis az új rendelettel lehetőséget teremtenek arra, hogy az önkormányzatok teljes finanszírozást élvezve új programokat ültethessenek gyakorlatba úgy, hogy nem önerőből kell finanszírozzák ezeket a programokat, de a lebonyolítás és a megvalósítás az ő hatáskörükbe tartozik majd, fejtette ki a környezetvédelmi miniszter. A decentralizációval azt szeretnék elérni, hogy a kedvezményezettek kizárólag a helyi önkormányzatokhoz forduljanak. Ilyen a helyi roncsautó program is, ott 80%-át a költségnek az állam fogja finanszírozni előre, 20%-ot kell hozzátegyen a helyi önkormányzat, falu vagy város, municipium, és ezzel több mint 3000 új ügynöke van gyakorlatilag a környezetvédelmi minisztériumnak, több mint 3000 önkormányzat segíti ezeknek a programoknak a gyakorlatba ültetését. Ez az első lépés. A napokban módosítják a roncsautó program kiírását, amely lehetővé teszi, hogy 3000 lejes támogatásban részesüljenek azok a személyek, akik leadják 15 évnél idősebb, legalább 3 évig Romániában forgalomba írt autójukat, de nem szeretnének újat vásárolni. A környezetvédelmi miniszter bízik abban, hogy már októberben lehet indítani ezeket a programokat, ha megvannak a helyi tanácshatározatok. Abban reménykednek, hogy megerősíti az együttműködést az önkormányzatok és a környezetvédelmi minisztérium között, és egyre több programot sikerül decentralizálni. Korábban az elképzelés az volt, hogy az anyagi teher fele az önkormányzatokra háruljon, ez azonban elakadt a polgármesterek heves ellenkezésén. Továbbra is nyitott kérdés, hogy hány település vállalja a 20%-os részt hozzáadni, különösen a kisebb városok és községek esetében.